Javában zajlanak az érettségi vizsgák. A közgazdasági szakgimnáziumba május 8-án kedden látogattunk el, ahol az érettségiről kérdeztük a végzősöket. A diákok többsége nem találta nehéznek a magyar feladatsort, nem úgy, mint a matekot. Egy középiskolás életében a legmeghatározóbb esemény az érettségi vizsga. Ennek a korosztálynak korábban még nem volt része hasonló megmérettetésben, így szinte természetes a vizsgadruk. A közgazdasági szakgimnáziumban jártunk, ahol a vizsgákról és az érettségizőkről kérdeztük az igazgató urat. A 2017-2018-as tanévben a hagyományokhoz hűen a közgazdasági szakgimnáziumban két osztály végzett. Az egyik osztályban közgazdasági ágazati szakképzés folyt, 24 tanulónk végzett és sikeresen megkezdte az érettségi vizsgáit. A másik osztályunk az iskola történetében első alkalommal informatikai ágazati képzésben végzett. Itt 15 tanuló kezdte meg érettségi vizsgáit. Ennek megfelelően két érettségi vizsgabizottságot alakítottunk ki, és ezekhez a, hát így mondom, hogy a jelenlegi EPE volt tanulóinkhoz csatlakoztak még egyéb vizsgázók is, akik a 11. A-ból, a 11. B osztályból járt tanulókról tevődött össze, ők angol nyelvre, illetve német nyelvre előre hozott érettségi vizsgát tesznek, valamint még csatlakoztak hozzánk kívülről volt tanulóink, akik emelt szinte jelentkeztek be, tehát eléggé széles skálán fogunk vizsgáztatni. Jelenleg 64 tanuló várja majd az érettségi vizsga befejezését. 4 év tudásanyagát kell visszaadniuk a diákoknak úgy, hogy az eredmények nagy hatással vannak a továbbtanulásra is, így nagy a teher a fiatalokon. Én azt gondolom, hogy mind a két osztályról elmondható az, hogy tisztában vannak az érettségének a súlyával, ennek megfelelően igyekeztek felkészülni. A 12. A osztály, közgazdasági osztály, főleg lányok voltak, ők szorgalmasabbak. Én azt gondolom, hogy jobban fogják az akadályokat venni. A másik egy igazából zömében fiúkból álló osztály, nekik a szorgalmukkal egy kicsit több probléma volt, de bízom abban, hogy sikeresen fognak ők is teljesíteni. Mint minden évben, idén is a magyar érettségikkel kezdődtek a vizsgák, majd a matekkal folytatódott. A végzősöket a vizsga után csíptük el. Most jöttél ki a teremből, hogyan sikerült a matek érettségid? Hát voltak rosszabbak is, ugye a feladatok, de az eleje az könnyű volt, könnyűnek éreztem ahhoz képest, hogy nehezebbre számítottam, ugye a magyar tegnap is nem volt olyan annyira nehéz. Úgyhogy... Elegendő volt az időmennyiség, amennyi adott volt? Szerintem pont elég volt. Kényelmesen be lehetett fejezni. Az idő az nagyon gyorsan telt, legalábbis én úgy éreztem. Esetleg a tegnapi magyarnál, a harmadik résznél, annál nem telt olyan gyorsan, ott kényelmesebben belefértünk az időbe, sőt, valamelyik osztálytársam már jóval előtte kijött, én azért kihasználtam az időt maximálisan, akár csak a mateknál. Az első rész az szerintem egyszerű volt, a második rész az én úgy gondolom, hogy több időt igényelt, én ki is használtam az időt maximálisan. Az már szerintem voltak olyan feladatok, amelyek bonyolultabbak voltak, több gondolkodást vártak el. Ott minden felkészülést megkaptunk hozzá, minden segítséget, én is sokat tanultam rá otthon, úgy gondolom, hogy mindent megtettem, ami csak tőlem telt. A magyar középszintű érettségi első részében egy szövegértési feladatsort kaptak a diákok, majd egy rövid szövegalkotási feladatot kellett megoldaniuk. A vizsga második részében pedig az érettségizők választhattak két feladat közül. A magyarról sokan azt mondják, hogy könnyű volt, én is úgy éreztem, tehát ismert a mű összehasonlítás, az két ismert szerzőtől volt, a másik pedig egy mese volt, nem okozott gondot szerintem a többségnek. Az érvelő szöveget választottam, az azért könnyebben ment, mert így ilyen általános nőnapról, meg a Valentin napról kellett írni, úgyhogy... És a matekban volt olyan, ami komoly kihívást jelentett, olyan feladat?
A dominós. Az, azt nem annyira néztem át, de valahogy majd csak sikerül. Ahogy hallottuk, a matek nagyobb kihívás volt, mint a magyar, de mit gondol erről az iskola igazgatója? Mindenképpen gondolom, hogy dobogós helyezés fog elérni a matematika. Ez általában mindenkinek a, hát a múmusa réme. De a korábbi évek tapasztalata alapján mondhatom azt, hogy azért nem feltétlenül ez a legnehezebb tantárgy. Jól körülhatárolhatók a követelmények, és emiatt jobban fel lehet rá készülni. A szakmai vizsgák bevezetése már egy kicsit nehezebb hát feladat elé állította a tanulókat, amikor ugye tavaly első alkalommal vizsgáztak komplex szakmai tantárgyból, mivel gyakorlatilag 4 év anyagából kellett tanulságot tenni a tudásukról, ez elég sok problémát okozott. Erre majd a jövő héten kerül sor, 16-án fognak az ágazati tantárgyból vizsgázni. Nehezen behatárolható kérdéssorok vannak, és emiatt én azt érzem a legbizonytalanabbnak ennek a vizsgának az eredményét. Nem attól tartok, hogy nem sikeresen végzik a feladatokat el a diákok, hanem inkább az, hogy esetleg hát nehezebben fogják venni az akadályokat. Sok sikert kívánunk a tanulóknak a további vizsgákhoz.